Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kisbenedek József, egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, mellesleg örök életébe katona volt, így aztán nagyon sok helyen szolgált, mint katonai attasé, és teljesen otthon van a diplomáciai életben is. Ez lesz ma beszélgetésünk fő témája. De előbb a kötelező körök. 5784 Tisré havának 6. napján vagyunk. A polgári időszámítás szerint 2023. szeptember 21-e csütörtök. Ma a Máték és a Mirellák ünnepelnek. 129 éve született Pécsi Blanka, született Greiner, magyar színésznő, író, előadó művész, nyelvművelő. Róla is emlékezni fogunk. A Magyar Nemzeti Bank közlése szerint az euró középárfolyama 3,83.69, míg az amerikai dollár 3,78.72, és az angol font nem utolsó sorban 443 forint 70 fillér. És mint mondottam, én még mindig Breuer Péter vagyok, és ez a heti televízió Pirkadat reggeli politikai magazin műsora, és már is Skype-on itt van velünk dr. Kisbenedek József. Üdvözöllek! Tegnap... Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket ezen a szép koraőszi napon. Az ENSZ 78. ülésszakánál tartanak Amerikába, ahova megérkezett az izraeli miniszterelnök is. És a kora esti órákban ugyan 45 perces késéssel, de az amerikai elnök is megérkezett szállodai szobájában, ahol először a két delegáció találkozott, majd utána négy szemközti beszélgetést folytattak. Nagyon érdekes, biztos te is követted, hogy a nyilvános beszélgetés az inkább egy ilyen udvariassági, valahogy úgy tűnt, mintha mind a két képvisel, tehát az amerikai elnöknek is, akinek egy éven belül választásai lesznek, és az izraeli miniszterelnöknek is, a szokottnál sokkal barátságosabbak, kimértebbek voltak, és természetesen a négy szemközi találkozás után meghívta őt még az évvége előtt a Fehérházba is, mert ugye sokat vitatott volt, hogy hova hívja, vagy hova nem. De amire szeretném kiemelni a hangsúlyt, a négy szemközti megbeszélésekről mindig vannak valakik, akik kiszivárogtatnak. És mit áld Isten, először készhez kaptam, és végighallgattam, és felhasználtam az izraeli részről a megbeszéléseket, ami majdnem, hogy nagyon baráti volt, szó volt a béketervről, a szaudiai kapcsolatokról, majd pontosan 15 perc múlva kiadta a Bidennak a stábja is egy sokkal keményebb, és még köszönő viszonyban sem volt a két négy szem közti megbeszélés. Mennyire megszokott a diplomáciába, hogy egy négy szem közti megbeszélést a forgatókönyvét, tartalmát zanzásítva mind a fél külön-külön kiadja, és még csak nem is hasonlítanak egymásra. Hát ez számomra egy erőltetett protokoll rendezvénynek tűnt. A korábbi gyakorlat az úgy nézett ki, hogy mielőtt az ENSZ közgyűlésén találkoznak, az amerikai elnök a Fehérházban fogadja az izraeli államfőt, illetve miniszterelnököt, tehát attól függ, ki képviseli az országot az ENSZ-ben. A helyzet az, hogy most erre nem került sor, és elég régóta nem találkozott a két vezető egymással. Most nyilván ezt a ENSZ közgyűlését nem tudták úgy megszervezni, hogy ne legyen egy találkozó. Ilyenkor vannak külön szervezve szállodákba, vagy az ENSZ helységeibe találkozók, és az összes külügyminiszter, illetve a résztvevő kihasználja azt a lehetőséget, hogy ott vannak, és tudnak tárgyalni. Így ennek a sorában tudom beilleszteni az izraeli miniszterelnökkel folytatott tárgyalást a
Amerikai Egyesült Államok elnöke részéről. Hát itt nagyon sok olyan kérdés van, ami nyilván nem tartozik a médiára, a nyilvánosságra, és hát természetesen azt külön beszélték meg. Én úgy látom, hogy volt egy ilyen erőltetett protokoll jelleg az elején, amit fölvettek és amit kiadtak a médiának, a többi pedig egy négy szem közti megbeszélés volt, ahol valóban fölvetették azokat a kérdéseket, amiket jelenleg a két ország között látunk, méghozzá elég komoly feszültségek. Hát itt látjuk azt, hogy a Ábrahám megállapodás nem megy előre úgy, ahogy szeretnék, bár ugye Netanyahu megköszönte azt, hogy ebben az amerikaiak részt vettek. Hát ez az egyik kérdés, de nem ez a fő probléma. Itt az izraeli demokráciával kapcsolatos amerikai vélemény elemzése forog kockán, és hát itt azért az amerikai elnök gondolom beolvasott a Netanyahu-nak, amikor négy szem közt tárgyaltak erről. A palesztinokkal való, hogy a két nép, két állam kérdését, amit teljesen másképp látnak az amerikaiak, mint az izraeliek. És hát én úgy látom, hogy itt olyan belső feszültségek vannak a két vezetés között jelenleg, amit csak valóban úgy lehetne megoldani, amire az előbb említést tettél, vagy jelzést adtál, hogy meghívta az amerikai elnök Netanyahut az Egyesült Államokba hivatalos tárgyalásra. Ha erre sor kerül még az év vége előtt, akkor azt tudom mondani, hogy megpróbálják folytatni ezt a beszélgetést, ami most zárt körben hangzott el, és valamilyen megállapodás fog születni. Nagyon nehéz, tudnélik, Netanyahunak sincs széles mozgási köre, tehát a kormánya befolyásolja. Hát nyilván szó volt arról, hogy hogy néz ki jelenleg ez az izraeli kormány, milyen tüntetések vannak Izraelben, általában ugye a demokrácia helyzete, ami ugye hát elég gyakran előfordul, mint pozitív példa, és most erről viszont nem lehet beszélni. Hát itt egy sor olyan, aztán az iráni probléma, azt is másképp látják az amerikaiak, mint az izraelek. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, amit ha normális lenne a viszony, akkor ezt most megtárgyalták volna az ENSZ közgyűlése előtt egy külön bilaterális találkozó során, erre sajnálatos módon nem került sor. De ami nagyon érdekes, addig, amíg a Biden a palesztin problémát összeköti a szaúd-arábiai engedéssel, erről mindjárt mondom, hogy a trónörökös később a Fox News-nak nyilatkozott, és nagyon barátságos volt, és nagyon köszönte az amerikaiak segítségét, és bízik abban, hogy hamarosan virágzó kapcsolatok fognak létrejönni a zsidó állam és Szaúd-Arábia között, de ő először is, ő még csak egy trónörökös. Másodszorban azt sem felejtette elmondani, hogy persze a két állami megoldás kell. Míg Netanyahu a kiadott négy szem közti beszélgetésből azt mondta, hogy ő harcolt azért, hogy rendben van, a palesztinok napi renden maradnak, de a kettőt nem lehet összekötni. Hát itt alapvető ellentét van, tehát teljesen más az amerikai felfogás, és teljesen más az izraeli felfogás, és ezt a kérdést valahogy közös nevezőre kellene hozni. Ez most nem sikerült ezen a találkozón, nyilván. Szerintem nem is ez volt a cél, hanem egyáltalán az, hogy találkoztak és felvetették azt, hogy milyen problémák vannak. Szerintem ezt egy következő, hosszabb, kétoldalú találkozón kell rendezni. Itt alapvető ellentétek vannak, és a szaudiak is ugye a Ábrahám folyamat folytatása ügyében kötik az evet a karóhoz. Tehát a vezetésnek a nyilatkozata az volt, hogy addig, míg a palesztin kérdés nem rendezi az izraeli állam, addig ők nem fognak semmiféle megállapodást kötni Izrael. Tehát itt tulajdonképpen blokkolják az Ábrahám megállapodásnak azt a részét, amely a szaudi és izraeli viszonyra vonatkozik. De könyörgöm, eleve az idézítés nagyon rossz. Vasárnap ránk köszönt a Jom Kipur. 50 esztendeje október 6-án, hogy kitört, rengett a föld, és Izrael majdnem megszűnt, majdnem elvesztett mindenét, hisz két nap kellett ahhoz, hogy az amerikaiak fegyver utánpótlással elkezdjék ellátni Izraelt, és a negyedik napon sikerült, amikor Dádó bejelentette, hogy a védekezésből támadásba indulunk. Nem felejtettük el, és egy külön műsorba fogunk veled együtt arról beszélni, hogy az először majdnem agyonvert izraeli hadsereg végül Damaszkuszig ért el, Damaszkusztól 20 kilométerre, és ott volt Ariel Sharon, akkor még katona, hadtestparancsnok csapatai a 101-es kilométer kőnél Kairó alatt.
és egy rájuk kényszerített tűzszünet jött létre. Jelen pillanatban az Arab Ligába visszavették a szíreket is. Ugyan mindketten jól tudjuk, hogy nagyon minimális, amit a szír elnök tud tenni saját hazájáért, azért fordult ő is most a kínaiakhoz. Úgy látszik, szegény elfelejtette, hogy Kínában nincsenek ingyen vacsorák, tehát ők nem filantrópok, ők valamit valamiért adnak. De Irán viszont érdekelve van abba, hogy kezdem azt a mondatot újból. Te feltételezed, hogy Iránnak és Szaúd-Arábiának a közeledése egy őszinte közeledés, hogy most kivételesen a kínaiaknak sikerült őket összehozni, de hogy ez tényleg egy békevágy? Hát ne felejtsük el, hogy itt két regionális nagyhatalomról van szó, Szaúd-Arábiáról és Iránról, és hát hogyha ők valamelyest összefognak, akkor nyilván ebben az összefogásban benne van az, hogy egy közös ellenség, nevezetesen Izrael, azért ne kerüljön nyertes pozícióba. Tehát itt egy nagyon összetett kérdés, mint általában a közel-keleti problémák. Én úgy gondolom, hogy a szaudiak inkább húznak jelenleg Iránhoz, és ügyelnek arra, hogy nehogy véletlenül konfrontáció keletkezzen a két ország között, mint most Izraellel aláírnak egy proforma megállapodás, ami hát fene tudja, hogy hogyan végződik, de az igazság az, hogy nem sürgős nekik ez a megállapodás jelenleg. Tehát meg kell várni azt, még Szaúd-Arábiában is lesznek változások legalábbis, ami hatalmi viszonyokat illeti. Ezen kívül hát most a jelenlegi helyzettel azt, ami az évforduló kapcsán most ugye előjön, nem feltétlenül lehet összehasonlítani, hiszen a 73-as viszony meg a jelenleg az nem hasonlítható össze. Attól függetlenül problémák vannak Szíria esetében pedig, azt kell látni, és azért megy Kínába, hogy megkapja a támogatást, és az Egyövezet Együtt programba bevegyék Szíriát. Ha Szíriát beveszik, akkor bekerül Libanon is ebben az egész folyamatban, és a kínaiak elérik azt a célt, hogy kiérnek a földközi tengerig ezen a területen. Tehát kínaiaknak is fontos ez a kérdés, és ez nyilván nem véletlen, mint Bashar al-Assad Szíriába. Tehát itt most még kicsiben ugyanazt lehet látni, mint az erőviszonyok problematikájában más területeken. Ugye az egyik csapat az felsorakozik az Egyesült Államok mögött, a másik Kína mögött, és mindenki gyűjti a szövetségeseket. Ebben a folyamatban illik be ez is. Míg ugye a 73-as háború idején teljesen mások volt a viszony, kelet-nyugat, Varsói szerződés, illetve NATO. Erre ma kitérünk. Itt más volt. De itt van egy másik probléma, hisz Irán többször megtámadta már Szaúd-Arábiát. Szaúd-Arábia az Amerikai Egyesült Államoktól cserébe az előrelépésért a legmodernebb fegyvereket kéri, sőt, nukleáris felszerelést is. A kérdés az, hogy mennyire szabad nukleáris fegyvereket adni egy olyan országba, ami lehet, hogy használni is fogja. Szaúd-Arábia esetében szerintem a nukleáris opció nem merül fel, és az amerikaiaknak pont az a céljuk, hogy Iránnak ne legyen nukleáris eszköze, és ebbe próbálnak egyezkedni, mégpedig úgy, hogy akkor talán jobb lenne a viszony a két ország között, mint ahogy lehet látni azt, hogy néhány szankciót már Irán irányába az amerikaiak elengedtek. Szaúd-Arábiának nem fogják engedélyezni azt, hogy legyen atomfegyvere, nem kell neki gyártani, ők be tudják szerezni, nem csak az Egyesült Államoktól, bár az Egyesült Államok biztos, hogy nem adja át, más országoktól is tudnak kész atomfegyvert szerezni, erre odafigyelnek a nagyok. Tehát ez a feladat a nagyfiúkra tartozik, majd ők rendezik egymás között, hogy ebben mi legyen. Itt szerintem sajnálatos módon Izraelnek komolyabb szerepe nincs. Na de hogyha megnézzük a legmodernebb fegyvereket, amiket kapott Szaúd-Arábia az elmúlt időben, most olyan modern repülőgépeket, harci gépeket követelnek, szeretnének megvásárolni, ami idáig csak Izraelnek volt. Tehát az a bizonyos balansz, az most készül felborulni. Szaúd-Arábia igyekszik megszüntetni azt, amit Izrael állandóan hangsúlyoz, hogy nekik van a legnagyobb, a legkorszerűbb fegyverük a közel-keleten, és hogyha megkapják az F-35-ös gépeket, akkor attól kezdve nyilvánvaló, hogy paritásban lesznek Izraellel. Na most ez egy fontos célja a szaudiaknak. Tudom, hogy Izraelnek ez nem célja, de ez a kérdés még nincs lejátszva. Többek között ezt is meg kellett volna már beszélni.
beszélni egy korábbi találkozó során, amire nem kerül sor, mert meglátjuk, hogy a év során sorra kerülő Biden, illetve Netanyahu találkozón hogyan fog ez egyáltalán szóba kerülni. Gondolom egy kicsit több időt kell fordítani arra, hogy ezt a találkozót alaposan körbejárják és előkészítsék, nem csak a két ország viszonyában, hanem egy szélesebb összefüggésben is. Nagyon érdekes, hogy szalagcímbe hozták adásukat megszakítva a nyugati hírtelevíziók, hogy Netanyahu nem üres kézzel megy haza, hisz a polgári újesztendő vége előtt még meg van hívva a Fehér Házba, ahol komoly tárgyalásokat fog folytatni az amerikai elnökkel. Feltételezem, hogy ezt a kollégái előkészítik. Gondolom, hogy ez elő lesz készítve. Egyáltalán most azt tudom pozitívként fölhozni, hogy találkoztak. Tehát egy hosszú időn keresztül nem volt hivatalos találkozó. Nyilván felgyülemlett egy csomó vitás kérdés, amit meg kell oldani és meg kell beszélni. Aztán kérdés az, hogy meddig húzzák ezt a találkozót, hiszen ne felejtsük el, hogy lassan belépünk 2024-be, és elkezdődik az amerikai választási kampány, ahol azért el kell mondani, hogy nem a fő téma lesz a palesztin-izraeli konfliktus. Éppen ezért az a kérdés, hogy egyáltalán azt, amit Netanyahu megígér, tudja-e szállítani, vagy Biden elnök, aki nem úgy tűnik, hogy jelen pillanatban, ha bár én nem leszek a szavazó fülkéjükbe benne, hogy egyáltalán meg tudja nyerni a választást, és valaki majd teljesíti az ígéreteit. Hát ebbe korai még jósolni, hiszen még a konkrét jelölteket se ismerjük, de attól már folyik a választási kampány, hogy ki fogja megnyerni, nekem erről fogalmam nincsen, mert ezt az amerikaiak fogják eldönteni. Az én véleményem szerint Amerikának az lenne a legjobb, hogyha egyik fél sem nyerne, tehát se a Biden, se a Trump, és lenne valami új vezetés, új koncepcióval, ahol ezt a rendkívül kaotikus világhelyzetet egy kicsit megpróbálnák helyre billenteni, nevezetesen azzal, hogy esetleg le kellene ülni egymással tárgyalni és megbeszélni a kérdéseket, nem úgy, mint ahogy most történik az ENSZ közgyűlésén, ahol mondjuk az ENSZ biztonsági tanácsa állandó tagjai között egy fő vesz részt, az Egyesült Államok. A többiek el sem mentek. Tehát ez egyáltalán számomra legalábbis nem azt jelzi, hogy a megállapodás, meg a megegyezés, meg az ENSZ feladatai az útján haladnának előre. Az Irán elnök megérkezett tegnap a közgyűlésre, nem vette tudomásul, sőt kivezették az izraeli nagykövetet, aki próbált ott egy kartont mutogatni a demokrácia hiányára hivatkozva, ami történik Iránba, és megszólalt egy iráni emigráns csoport vezetője ott kint az utcán, és azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy Amerikát, illetve a szabad világot nem érdekli, ami történik már az iráni belpolitikában, a gyilkosságokkal, a megtorlásokkal és a szankciókkal. Hát nem mondanám azt, hogy nem törődik a világ, mert azért odafigyelnek, és sok ország odafigyel, de hát az a helyzet, hogy az ENSZ szerepe, az legalábbis a közgyűlés vonatkozásában kezd egyre leértékelődni, és azt lehet látni, hogy kevesebben is vesznek részt, másrészt pedig hát egy nyilvános cirkusznak tűnik az egész, viszont ez eleve abból adódik, hogy az ENSZ-nek milyen a szervezeti struktúrára, milyen a jogköre. Egy közgyűlés az arról szól, hogy döntést nem tudnak hozni, itt véleményeket mondanak, és itt mindenki szabadon elmondja azt, amit éppen ő gondol, de ennek semmilyen következménye nincsen, tehát tulajdonképpen én úgy látom, hogy itt az ENSZ szervezeti problémájával, illetve jogkörökkel van gond, amit hát próbálnak helyrehozni már évtizedek óta, de mai napig sem sikerült, és nem látom annak a lehetőségét, hogy ez gyorsabban menne előre, hiszen lehet látni, hogy egyéb regionális szervezetek alakulnak, és ezek a regionális szervezetek próbálják átvenni azt, amit az ENSZ nem hajt végre. Akkor nem beszéltünk most az új izraeli tankról és az új fejlesztésekről, azokról majd legközelebb. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és a mielőbbi viszontlátásra. Köszönöm. Kedves nézőim, az elmúlt szokottnál sokkal több időt fordítottunk az Amerikai Egyesült Államok elnökének és Izrael miniszterelnökének a kora éjszakai órákban történt találkozójára az Egyesült Államokba, de tudnunk kell, hogy áll a világ. Most előzetesek,
És már is érkezik a Mazsuk elnöke Szabó György, akinek rendkívüli kérdéseket fogok föltenni. Tartsanak velünk!